Nagyon tisztelem Pádre Piót, Pió atyát, akit a nyugati kereszténység szentemberének tartok. Ő egyszer Magyarországot egy kalitkához hasonlította, amelyből egyszer egy varázslatos madárka fog kiszállni, és említett, hogy addig még sok szenvedés vár a magyarokra. Több ezer öngyilkos, több ezer kilakoltatott, több ezer tönkrement házasság, több százezer külföldre kitántorgott hazánk fia. De végül is a magyarok lesznek azok, akik megmutatják az utat egy új társadalom, egy új világ felé, és ez nagy jótétemény lesz az egész emberiség számára. Talpra magyar, híg a haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok. Magyarország pillanatnyilag nem szabad. Ahhoz viszont, hogy szabad legyen, alapjaiban kell megváltoztatni mindent. Radikális paradigmaváltásra, gondolkodási mód mintaváltásra van szükség, és ennek először is bennünk kell elindulnia. És annak a folyamatnak, ami a szabadságunkat visszaveszi, annak viszont egy nagyon szervezett, tudatos, felelősségteljes munkának kell lennie. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok. Tisztelt hölgyeim és uraim! Egy szemrebenés alatt kifosztották az embereket köztörvényes bűnözők, és fosztogatnák továbbra is, ha hagynánk? Ez a nagy kérdés, hogy hagyjuk-e? Önök hagyják-e? Mert én nem hagyom. És kiállok minden magyar emberért, akit ki akarnak fosztani, és minden erőmmel megfogom azt akadályozni. Így nem maradt más hátra, mint megfújni a kürtömet gyülekezőre. A kifosztottak meghallották azt, és február 9-én, hóban, fagyban megjelentünk a Kossuth téren néhány tucat ember. Még azt sem mondom, hogy jöjjenek el, mindenki maga dönti. Senki feje fölött nem szeretnék pálcát törni. De tudják azt, hogy tegnap is, ma is, vannak itt olyan anyukák, több száz kilométerekről érkezve, akik a pici gyerekeikkel pokrózba húgyalálva itt állnak. És amikor azt mondom nekik, hogy itt vannak a szívünkben, az, hogy nektedék eljöttek köszönjük, menjenek haza pici gyerekkel, ebben az időben ne álljanak itt, akkor azt mondják, nem, ők itt állnak. Tehát ezen gondolkozzanak el. Mindenki, aki otthon van, és az interneten nézi, hogy hányan voltak, sokan voltak, kevesen voltak. Egyébként minden bizonnyal ma úgy látom, hogy már többen vagyunk, mint tegnap voltunk. Nem sokkal, de egy kicsivel többen vagyunk. Egy hét múlva, február 16-án már 5000-en álltak ki a méltóságukért. A beígért kilakoltatási moratórium meghosszabbítása és a végrehajtások felfüggesztése elmaradt. Ezért március 9-én újabb gyülekezőt hívtam össze. Ekkor már 8000 ember menetelt a Kossuth Rádió skandálva, hogy elég volt. Ébredj, magyar! Ekkora már mindenki számára világossá kezdett válni, hogy a jelenlegi rendszeren belül nincs gyors és hathatós megoldás a becsapott emberek számára, sorsuk kedvező alakítására. Az ingatlan fedezettel rendelkező adósokon kívül, még a nagyszámú gépjárműhitelesről, a személyi kölcsönökkel rendelkezőkről és a devizában nyilván tartott diákhitelesekről sem szabad megfeledkezni. Ez azt jelenti, hogy 3-4 millió magyar állampolgár maradt érdekérvényesítő erő és érdekképviselet nélkül. Lemondtak róluk. Az állam magára hagyta a polgárait.
Még ha törvényesek lettek volna is ezek a szerződések, de nem azok, akkor sem engedhető meg egy ország kifosztása. Ennek a kifosztásnak véget kell vetni. Elérkezettnek láttam az időt, hogy valós és járható utat vázoljak fel az emberek előtt. Tartottam attól, hogy nem fogják megérteni, de aggodalmam teljesen alaptalannak bizonyult. Mikor kimondtam, hogy az egyetlen valós és járható út a jogállamiság helyreállítására, az ügyészségek, a bíróságok megtisztítására, Magyarország és az emberek kifosztásának leállítására, a történelmi alkotmány helyreállítása. Azt írtam a magyar alkotmányról, hogy az isteni sugallat. És tartom is, hogy isteni sugallat keletkezhette csak azt, hogy a legfőbb hatalom a Szent Korona, amelyik nem tudja az akaratát kinyilvánítani. Csupán annyit nyilvánít ki a Szent Korona, hogy a nemzetnek a feje a király, és a Szent Koronának a tagjai, a tagok egyetértésben kell, hogy kormányozzák és vezessék az országot. Ilyent más alkotmány nem mond ki, csak a magyar alkotmányban van ez meg. És ennek a betartása biztosítja azt, hogy nem következhet be senkinek a túlhatalma, nem jöhet elnyomás, mert az elnyomás ellen jogom és kötelességem van ellentmondani következmények nélkül. És ezt az alkotmányt kell feltétlenül visszaállítani. Minden jel arra mutat, hogy valakik ezt a helyreállítást egyébként is meg akarják csinálni. Visszalettek állítva a járások. Egyre másra előkerülnek a közintézmények vakolata alól a gondosan megőrzött feliratok. Például a Gyulai Kórház falán az olvasható, hogy Magyar Királyi Kórház, vagy a Mark utcában fényesre suvickolva az, hogy Magyar Királyi Törvényszék. Miért kell ezt nekünk, a nemzetnek, nép akaratból és nem egyéb hátszéllel megvalósítani? Elsősorban azért, hogy a jogtalan követeléseket eltörölhessük. Mind a polgárokat, mind az országot érintően. Sok ember számára igen meredeknek és megvalósíthatatlannak tűnhet mindez. Főleg azok számára, akiket már most fenyeget a végrehajtás, és azonnali megoldást szeretnének. Tessenek elhinni, hogy ez jelenti a leggyorsabb megoldást. Egyetlen dolog elegendő hozzá. A megfelelő népakarat. Az alkotmányos királyság kikiáltásával nem vállalunk jogfolytonosságot, sem a népköztársasággal, sem pedig a köztársasággal. Így ezen államformák ideje alatt megkötött szerződések felülvizsgálandóvá válnak. Jaj, de várom, hogy az a sok titkosított hazárulás napvilágot lásson. Gondoljanak bele! Ehhez mindössze az önök akarat kinyilvánítása szükséges. Hát akarják. Kérem, akarják, de nagyon. A legnagyobb ellenfélnek az emberek kisítőségét tartom. Az, hogy az emberek nem bíznak önmagukba. Az, hogy az emberek azt hiszik magukról, hogy ők kisfontok. Az, hogy azt hiszik az emberek magukról, hogy a véleményük senkit nem érdekel. Az emberek közösen a legnagyobb hatalom ebben az országban. A nép akarattól nagyobb hatalom nincsen. Képzeld el azt is, hogy a hittel, és ezt komolyan mondom, hittel eléred bármint, segítesz bárki, csak te, Uram, el ne hagyd minket. Képzeld el másképp, hogy a szóval építhetsz, és nem rombolhat, benned ugyanaz a világ él. Eléred bármit, mit szeretnél. Szeretném, hogyha mindenki egyértelműen megérteni. Nem a helytartóktól, nem a jelenlegi hatalom gyakorlóitól függ egy ország, Magyarország alkotmánya. Nem őtőlük függ az, hogy milyen iránymutatást követünk, hanem mindannyiunktól személyenként. Ugyanis az ország szabadságát el tudták venni, de az ember szabadságát azt senki nem tudja elvenni.
Mindenki szabad akaratából dönt, és amennyiben az a döntés sok emberé, az magyarság többségé, akkor ez az akarat érvényesülni fog. Jus resistendi et contradicendi, az ellenmondás és ellenállás joga. Ami nagyon érdekes módon benne van a mostani alaptörvényben is, ha jól emlékszem a C pontban, amikor azt mondja, hogy erőszakos hatalomgyakorlás az tilos, és mindenkinek joga és kötelessége törvényes keretek között ellenmondani és ellenállni mindazoknak, akik erőszakosan gyakorolják a hatalmat. Hatályba kell helyezni ismét azt az alkotmányt, ami ezt az isteni iránymutatást adja nekünk. Természetesen tudom azt, hogy az embereknek egy része nem hisz Istenben. Következésképpen, hogyha azt mondom neki, hogy az Isten adja nekünk az iránymutatást a életünkhöz, akkor ugyan vele, hogy na jó, hát minek szól ő bele. Tehát aki nem hisz Istenben, az akkor vegye úgy, hogy ez a természeti törvényeknek a velejárója, és arra szolgál, hogy szerves egységként éljen a Földön az ember a természettel. Egyébként érdekes módon, hogyha úgy átgondoljuk és láttuk, és ez a Szentkonna értékrend szerinti alaptörvénynek az egyik alapkérdése, a természet pusztítás tiltása. Tehát ha valaki nincs, nem akar Istenbe hinni, vagy most nem hisz még Istenben, akkor vegye úgy, hogy ez józan paraszti ésszel megalkotott dolog, ami arra vonatkozik, hogy egymással ne veszekedve, egymást kihasználva, kizsákmányolva éljünk, hanem egymás érdekeit tiszteletben tartva és figyelembe véve. Amennyiben a történelmi alkotmány jogfolytonosságát helyreállítjuk, és az ország visszatér eredeti államformájához, óriási lehetőségek nyílnak meg. Onnan kezdve Magyarország ismét alkotmányos királyság lesz. Több mint 100 milliárd dollár, amellyel Ausztria és Németország, a harmadik birodalom jogfolytonos örököse, tartozik a magyar királyságnak hadiszállítási adóság és háborús jóvátétel címen. Igen, tudom, erről sem hallottak sem az RTL klubban, sem a többi médiában. Ezért rendkívül fontos, hogy az alkotmányozó nemzetgyűlés összeüljön, és a 21. század szellemiségének megfelelően megújítsa, kiegészítse a történelmi alkotmányt, miszerint minden ember a jog és a törvény előtt egyenlő. A nemzet visszatér régi gyökereihez. Azt, hogy a nemzet egyszer úgy ítéli meg, hogy valakit érdemesnek tart királlyá koronázni, az a nemzet döntése lesz, de jelenleg nem látszik erre érdemes személy. Király nélküli alkotmányos királyságként működhet a magyar állam. Erre többször is volt példa történelmünkben, amikor kormányzó állt az ország élén. Nézzék meg Dániát például. Alkotmányos monarchia. És köszönik szépen, jól vannak? Magyarországon is a történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállításával megmarad a parlamentáris képviselet, de alsó és felsőházzal. Az alsóházban a politikai pártokkal, míg a felsőházban a nemzet küldötteivel, akik bizonyították életük folyamán, hogy a magyar nemzet elkötelezett és megvesztegethetetlen szolgái. A régi, a nemzetet óvó államforma visszatéréséhez mindössze a megfelelő népakarat szükséges. A jelenlegi politikai garnitúrának abba semmilyen érdemi, jogelméletileg megalapozott beleszólása nincs. Őket a magyar köztársaságban és annak alkotmánya szerint választották meg. Amennyiben a nemzet úgy dönt, hogy elég volt belőlük, elég volt a megosztó politikájukból, elég volt az emberek és az ország kifosztásából, akkor megvan az a joga, hogy változtasson rajta. Tehát nem csak a lehetősége van meg, hanem a joga is. Békésen a jelenlegi hatalmat meg lehet dönteni, és itt is kell megdöntenünk. Azt kell mindenkinek belátni, hogy ez a hatalom és a mindenkori hatalom a békés
fegyelmezett, tömegtől retteg, azzal nem tud mit kezdeni. Ezért eddig sem engedtünk semmilyen erőszakos provokációnak, ezután sem fogunk engedni, senkinek a hajaszála nem fog meggörbölni április 21-én, a békés tömeg erejével fogjuk kivívni függetlenségünket és győzelmünket. Ne engedjenek semmilyen rosszindulatú, háttérszándékoktól vezérelt felbújtásnak, senkit emberi méltóságában, nemzetiségére, vallására, bőrszínére vagy egyéb hozvatartozására való tekintettel ne bélyegezzenek meg, mert így nem lehet győzni. A magyar emberek nem valami ellen, hanem valamiért, a magyar nemzet érdekéért, túlélésért és a jövő nemzedék életterének megtartásáért küzd. Tehát nem valaki ellen, hanem valamiért. Itt már arra nincsen idő, hogy próbapereket, közkereseteket beadjunk, hiszen a kilakoltatásokat, a végrehajtásokat felgyorsították. A kérdést úgy tegye föl magának minden magyar gondolkodó, hogy mire szavaz egy kihaló Magyarországra, idegenekkel betelepítetten, vagy netán akarjuk, hogy a saját csodálatos őskultúránk, a saját varázslatos ősnyelvünk tovább éljen gyarapodva, és netán ősi kultúránk példát mutasson az egész világ számára. Ébred a nemzet, dobban a szív, bölcsőt, ha itt volt, itt lesz sírod is. Semmiért boldog jövőnek zálog a kincs, szép magyar hazának várja, máshol nincs. Kelj fel, barátom, az óra csengetett. Ez az egyetlen dolog, amit saját maga érdekében meg kell tennie. Nem vagylagos, hogy ha akarom, megteszem, ha akarom, nem. Gondoljon mindenki a gyerekire, unokájára, ugye az én korombeliek, és akkor rögtön rájön arra, hogy nem azt akarja, hogy ők is ugyanúgy éljenek, mint mi értünk ebben a rabságban. És hogyha ezt átgondolja, akkor biztos vagyok benne, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy az iránymutatásként, alkotmányként visszavegyük az isteni akarat teljesítését. Kell, hogy legyen egy hely, őrizzük a szellemet. Kell, hogy legyen egy ország, ha megtartjuk a nemzetet. És ez nagy jótétemény lesz az egész emberiség számára. Mint nekünk szánt az Isten, más hely számunkra nincsen. Pillanatnyilag nem szabad magyarnak maradni, csak itt szükségem lehet. Van önökre. Számítok önökre. A haza nem elad. Magyar, híj a haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válaszatok.